Az elektronikus levéltári portálon keresztül a Magyar Nemzeti Levéltár virtuális nyilvántartásában kereshetünk, böngészhetünk. A portál regisztrációval rendelkező kutatók többféle a kereséshez kapcsolódó kényelmi funkciót érhetnek el. Az oktató videóban az egyszerű, a részletes és a hierarchikus keresési lehetőséget mutatjuk be. Az egyszerű keresés használatával sokféle kifejezésre keresve böngészhetünk a levéltári elemek között. Első példán Budapest, mely kifejezést egyszerűen a keresőmezőbe gépeljük, és a keresési korra kattintunk. Már az első körben szűkíthetjük a keresést a Magyar Nemzeti Levéltár állományára. A találatokat a továbbiakban sokféle szempont szerint szűrhetjük, ezzel segítve a leginkább releváns eredményekhez való jutást. A bal oldalon található szűrősáv segítségével tovább szűkíthetem a keresést időkör szerint, digitális tartalom típusa, vagy a levéltári egység szintje szerint is. Mostani keresésemet az elektronikusan is elérhető iratokra, azon belül a 19. századi találatokra korlátozom. A találatokat részletes, lista és struktúra nézetben, illetve csempeként megjelenítve is böngészhetem. Digitális anyagok kutatása esetén praktikus megoldás a csempenézetet választani. Az egyes tételekre kattintva a részletes adatok jeleníthetők meg. A digitalizációnak köszönhetően egyre több irat érhető el online, amelyeket a felületen keresztül is megtekinthetünk. A keresés az általunk megadott paraméterek alapján elismerhető és a későbbiekben újra előhívható. A részletes keresés segítségével a felkínált mezők körében célirányos keresések indíthatók. Az egyik leggyakoribb keresés a jelzetre keresés. Levéltári jelzetek legtöbbször a szakirodalom hivatkozásaiban fordulhatnak elő. Írjuk be az ismert jelzetet és futtassuk le a keresést. Jelzetre többféleképpen is kereshetünk, használhatjuk az idézőjelet is, de ha a hivatkozási mintában leírt jelzetet használjuk, pontosabb és gyorsabb eredményekhez juthatunk. A számunkra érdekes levéltári egységeket munkafüzetbe is menthetjük, és a későbbiekben bármikor előhívhatjuk. A találatok struktúra nézetben is megtekinthetők. A kellemes imeltszer családdal rokon és idegen családok levéltára fontjához kikérhető leírási egységek tartoznak, amelyeket akár azonnal kosárba is rakhatunk. Az online kikéréshez ne felejtsük el későbbiekben elküldeni a kosarunk tartalmát. Hierarchikus keresés jól jöhet akkor, amikor tudjuk, hogy konkrétan melyik szerv vagy család fontjában szeretnénk kutatást végezni. Az egyes szinteket lenyitogatva a legmagasabb levéltári egység szintjéről indulva juthatunk el a legkisebb, kikérhető levéltári egység szintjéig. Az egyes tételekhez kapcsolódva segédfájlokat, raktári jegyzékeket találhatunk, amelyek segítségével pontosítani tudjuk az érdeklődésünk tárgyát, jelzetét.